Sziasztok, Anna Mé vagyok. Azt ígértem, hogy ma beszélek nektek ennek az egésznek a lelkiségéről, amin keresztül megyünk. És elkezdtük gyakorolni naponta 45-ször a lélek fél év gyakorlatát, és meg is lett az eredménye. Ez a gyakorlat egyszerűen csodálatos, és ahogy gyakoroljuk, meg lehet érezni, hogy a köldöktől elindul egyfajta elektromosság fölfelé egészen a szívbe. Ez olyan, mint egy gyújtózsinór, elkezdi bekapcsolni a szívet. És ez mindig tisztulási tünetekkel jár együtt. Ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy depressziós lennék, hanem hogy megnő az érzékenység, vagy az együttérzés, vagy az embernek az odaadása mások felé. És ehhez aztán természetesen majd erő is társul, de mindig összetörik az a szint, amiben az ember belekapaszkodna, ahogy haladunk előre. Ez a szív szintjén azt jelenti, hogy emberként az emberi világban van begyökerezve a szívünk. És magyarra lefordítva ez annyi, hogy ez a világ nem mindig a fényről szól, és nem mindig az egységről. És ez a gyakorlat csak annyit csinál, hogy gyökerestől kitépi a szívedet innen. Ez nem azt jelenti, hogy akiket szeretsz, azokkal elveszítenéd a kapcsolatodat, hanem azt, hogy még jobban tudod majd őket szeretni egy magasabb energiaszinten, és ők is tisztában tudnak kapcsolódni hozzád. Ez az állapot, ami születik, ez számomra is olyan, mint hogyha eddig teknősbéka lettem volna és camogok a földön, és ehhez képest most elkezdtem szárnyalni, és játszok a széllel. És ráadásul a magasság és a szél is alátámaszt, olyan, mint hogyha a gyakorlás adna egy olyan erőt, ami eddig nem volt meg. De ez az erő, ez nem tompaság vagy agresszió, hanem a szív érzékenységével jár együtt. És az is még fontos ehhez, fontos kitétel, hogy ha nem tetszik a földi világ, akkor tudod, mit lehet csinálni. Megteremted a szívedben azt a tökéletes világot, már itt a földön, ahova tartozni szeretnél. Ez azt jelenti, hogy ha a földön meg tudod csinálni, akkor van meg igazán. És nem úgy, hogy ami nem tetszik a földi világban, azt magad mögött hagyod, és elutasítod, hanem hogy átfényesíted, átszellemíted, és szereted úgy, ahogy van. A gyakorlat hatására lehet érezni, hogy ahová eddig be volt kötve a szívem, onnan elindul fölfelé, változik a szegcsont helyzete is, és tényleg olyan, mint hogy egy másik állapotba kapcsolódna be. És ez az állapot örök és tartós. Szeretnék még beszélni nektek a jézusi szeretetről. Amikor Jézusról beszélek, akkor nem az egyházra gondolok, vagy nem a dogmákra, amiket már hallottatok róla, hanem arra az élő tanítóra, aki azt ígért, hogy itt lesz velünk. És itt is van. És ezt nem csak úgy értem, hogy meg lehet tapasztalni, hogy a gyakorlás hatására meg lehet tapasztalni Jézus szeretetét, hanem úgy is értem, és ez is ugyanannyira fontos jelentése, hogy fel tudjuk készíteni a szívünket arra, hogy Jézus szeretete a világ iránt átsugározzon a szívünkön. És gondoljatok bele, hogy ez mekkora flash egyrészt, meg hogy mekkora erő kell hozzá. Ezt az erőt adja meg a gyakorlás. Úgyhogy hajrá, haladjatok tovább a 21 napos kihívásotokkal. És még azt szeretném mondani, hogy nagyon jól esik az, hogy naponta tudjuk tartani a kapcsolatot így, a kommenteken és a filmeken keresztül, mert nagyon sokat jelent nekem az, hogy velem vagytok, hogy velünk vagytok. És kaptam ilyen visszajelzéseket, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy úgy érzitek, hogy ott vagyok veletek annak ellenére, hogy most nem vagyok Magyarországon, de higgyétek el, hogy hozzátok tartozom, hogy nekem is ugyanannyira fontos, hogy veletek lehessek, mint nektek az, hogy velem vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, minden jót!